Volt itt a Csa című műsor, amelyben egy nagyon érdekes vita bontakozott ki. Ugye itt jártak az úgymond vírusrealisták, illetve már ez önmagában egy érdekes kifejezés valóban, és velük vitatkozott ugye például Falus Ferenc, aki a volt tiszti főorvos, és Boldogkői Zsolt. Ennek a műsornak hát elképesztő visszhangja volt. Szerintem nem volt olyan a közéletben, aki ne szólt volna hozzá pró és kontra. Ugye a fő kérdés az volt, hogy egyáltalán kell-e egy ilyen vita? Jó egy ilyen vita? Meg lehet-e rendezni egy ilyen vitát? Itt is két tábor alakult ki. Önmagában ezt a kérdést most miért teszed fel? Nem téged akarlak. Nyugodtan. Miért teszed fel szerintem ezt a kérdést? Azért, mert erről szólt a vita, egy hete erről szól a vita a csattal kapcsolatban, hogy miért rendezte meg ezt a vitát az ATV, miért próbálja meg, egyáltalán miért került megrendezni, hogy kerültek be ezek az emberek. Vagyunk itt öten, akik a nyilvánosságban működünk. Nekünk ez felmerülne, hogy egy vita egyáltalán miért van? Na jó, de a társadalomban meg egy csomó. Nem a társadalomban merült fel, hanem Gulyás Mártonban. Nem. Gulyás Márton, ez a végre értelmet nyert a gulyás kommunizmus kifejezés. Ez az ember nem akarja mondani, hogy egy tőle független csatorna mit csináljon. Nekem van arról véleményem, hogy Gulyás Márton miért csinál propagandát Bayer Zsoltnak. András, nem mondd már, hát annyi ember fel, mert szerintem számtalan példát tudnánk mondani, mert iszonyú vízhangja volt erre. Nagyon érdekes, hogy ez volt a magyar sajtó történetében az első olyan alkalom, amikor a napi 100 kifejezetten egy irányba tartó vírus narratívához képest megjelent valami más. Ez volt a legelső alkalom. Na, akkor miért háborodott fel? Azért háborodtak fel az emberek, mert van egy, ugyanaz történt a járvány kapcsán is, mint amit egyébként a Fidesz témáival kapcsolatban legalább 2015 óta látunk. A menekült kvóta aktuális téma, mindenkinek el kell utasítania. Az MSZP vezetői egymással versengve mondták el itt az ATV stúdiójában, hogy ezt ők elutasítják, mint a Fidesz. És hadd mondjak még valamit. Szerintem az nincsen rendben, amikor egy vitát, azt olyan deklarációkkal kezdenek a tudományképviselői, úgymond, hogy ez a vita, ez nem vita, mert a velem szemben ülő emberek, ezek méltatlanok arra, hogy velem vitázzanak. Ha így van, akkor nem megyek el vitázni. Hadd reagáljak Szegóra. Nem, csak hadd mondjam végül, mert még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a felvezetődben azt mondtad, hogy vírus realisták, ami egy nagyon fura csinált terminus technicus, de ennek ezt a vitát Róna Jagon roppant helyesen azzal kezdte, hogy megkérdezte a jelenlévőket, hogy létezik-e a vírus. Mindenki azt mondta, igen. Tagadják-e a vírust? Nem tagadjuk. Önök vírustagadók? Nem vagyunk vírustagadók. Ehhez képest ennek a vitának a résztvevői, ezek a vita után is azt kommunikálják, hogy ők megküzdöttek a vírus tagadókkal, miközben tudják, hogy ez nem igaz. Maga a metódus az ugyanaz, amivel a Fidesz mindenkit, aki a politikáját kritikával illeti, azt Soros Bérencnek nevez, miközben tudja, hogy az általa fölszólított emberek 99%-a egyébként nem kap Sorostól pénzt. Szeretném, és ez ugyanez a metódus. Olyan halálbüntetés, mert ez megvilágít. Szerintem én megveszekedett halálbüntetés ellenes vagyok, és ezt időről időre ki is fejtem, mert aki azt hiszi, hogy ez megoldás valamire, szerintem joga van találkozni az én érveimmel, elmondani azt, hogy nekem, hogy az miért nem jó. Igen, ezeket a vitákat ugyanúgy időről időre megvívjuk. Nem csupán a vérgőz jön ki. Igen, emberek vagyunk, az az egyetlen igazi fegyverünk, hogy kommunikálunk. Azok az emberek, akik előírják mondjuk az ATV-nek, hogy mit ne csináljon, azok ettől az egyetlen fegyverünktől akarnak megfosztani. És az a helyzet, nekem dr. Ködény számomra most ki nem fejtendő okokból nem teljesen probléma nélküli, sőt. De az a helyzet, hogy Anetkának és Münchhausen Bárónak is lehet igaza. Ha azt mondja bárki, hogy a töltött káposzta jó, csak azért, mert ő mondja, attól az még nem lesz egy rossz étel. Az a helyzet, hogy ebben a műsorban Gödény doktor lemosta az urbánus értelmiség egészségügyi fétisét, Falus Ferencet. Egész egyszerűen meginog ennek a körnek a saját intelligenciájába, kiválóságába, felsőbbrendűség érzésébe vetett hite, ha kiderül az, hogy egy általuk ikonnak tekintett ürgét valahol szétvernek, és most ez történt. Nem az a gond ezzel a felvetéssel egyébként, hogy szükség volt-e, hogy lehet-e ilyen vita, engedélyezhető-e egy ilyen vita. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, hogy ki lesz, aki majd nem engedélyezi. Hogy a következő lépés tényleg úgy képzelem, hogy bejönnek a kocsmába, és beleszólok, hogy miről vitatkozom az asztalnál, mert ez a vita, ez nem kompetens, vagy ez a vita nem megengedhető. Én megnéztem, érdekelt ez az egész vita, pont azért, amit mondtál, hogy
igazából most szólalt meg először a mainstream médiában, a saját média körein kívül egy olyan hang, ami ellene megy annak, amit most olyan szakroszanktumnak képzelünk, hogy hogy kell kötelező viszonyulnunk valamihez, egy összetett világjelenséghez. Erre kíváncsi voltam. De igen, én úgy gondoltam, mert hát a tudós embernek nem is nevezhetem magam, de mondjuk tudósnak vagyok kiképezve, hogy igen, létezik egy tudományos diskurzus, a tudományos diskurzusnak pedig ezt azért nagyon régen tudjuk, mondjuk ez a modern tudományos diskurzus alapja, a szkepszis, a mindennek a megkérdőjelezés, a mindennek az újravizsgálása, a validálása, a hipotézis, egy csomó olyan dolog, ami nem úgy néz ki, hogy itt vagyok, én vagyok a jó oldal, igazam van, mindenki más inkompetens. Ez szerintem baromi lényeges ebben az egészben, hogy mi lesz ennek a hozadéka. A hozadéka tényleg az, hogy arról vitatkozunk, hogy létezik-e az, amit egyébként a Facebook képeinken odarakunk, hogy ilyen szabadság, meg olyan szabadság, hogy létezik az, hogy ez a liberális elit, a liberális közvélemény, vagy nem liberális, vagy baloldali, vagy akár szabadságpárti közvélemény azt mondja, hogy egy vitát nem szabadott volna megrendezni. Csak egy megjegyzésem legyen ehhez, hogy itt lebeg fölöttünk az elmúlt fél évből egy csomó elrontott prognózis. Szerintem az tök rendben van, hogy a tudomány fejlődik. Az egy teljesen helyén lévő magyarázat, amikor azt mondják, hogy amit a tudomány fél éve vagy három hónapja gondolt, az már nem így van. Ezért fordulhat elő, hogy Nepusz Tamás azt prognosztizálta, hogy elkerülhetetlenül, ezt a szót használta, elkerülhetetlenül 810 ezer magyar fertőzött lesz július végén. Elkerülhetetlenül. Elejére, 11 vagy valahogy így. Itt is elmondta, az RTL híradóban is mindenhol elmondta, majd erről azóta sem számolt el senki. De nekem rendben van, meghaladhatjuk, csak akkor, amikor a mai hasonló kijelentésekről van szó, akkor nem lehetne, hogy ezt is ugyanígy kezeljük? Nem, mert ebben a vitában ez volt, hogy erről a tudományban nincsen vita, erről a tudomány nem vitázik, erről nem lehet vitatkozni. Na de hát amit három hónapja, meg fél éve mondtak, én március óta hordom ezt a nyomorult maszkot, amikor a pécsi virológusok még arról posztoltak, hogy ne hordjunk maszkot. Amikor a WHO-tól Müller Cecilia mindenki azt mondta, hogy ne hordjunk maszkot. És én vagyok a masktagadó. Jó, hát figyelj, a tudományt eltemetik, akkor az lesz a sírkövére írva, hogy nincs vita. Ez annyira posztmodern élmény, amikor egy maszkos ember vitatkozik egy maszk nélküli emberrel, és tulajdonképpen lehalkíthatod a tévét, és érted az álláspontokat. Hát ilyen eddig még nem volt. Mindig erre a pillanatra várnak, amikor akik fel akarják számolni a véleményszabadságot. Ezek azok a pillanatok. Járvány, válság, félelem, és akkor végre kimondhatják azt, amit mindig is ki akartak mondani, de sosem volt jó alkalmuk, hogy nem szabad engedni a vitát erről. Erről nem lehet vita, mert ha most erről megengedjük a vitát, emberek fognak meghalni. Már itt tartunk. Ilyenkor ezek azok a pillanatok, amikor mindig az erős kézért kiáltanak. És ezek azok a pillanatok, amikor a leghatározottabban vissza kell ezt utasítani. Ezek azok a pillanatok, mert a helyzet az, hogy mindenki, ebben a tekintetben igen, mindenki felelős önmagáért, nem birkanyái vagyunk. És mindenkinek joga van hozzáférni az érvekhez és az ellenérvekhez ezzel kapcsolatban, hogy egy saját döntést tudjon hozni, mert egyéneknek, független, autonóm egyéneknek a társadalma vagyunk, és nem egy birkanyáj. Robi, szeretnék kiegészítést tenni az általad elmondottakhoz, mert nem szeretném, hogy teljesen így maradom, mert szerintem abban egyébként egyetértünk. Vannak olyan végső helyzetek, igen, amikor kötelezed az embereket arra, hogy ezt vagy azt tegyék. Van ilyen? Értsétek meg, most tényleg nincsen más lehetőség, mint hogy kötelezlek, hogy maradjatok otthon. Akár egy járvány miatt, akár bombázás jön, bármi. Ahhoz az kell, hogy kétely nélkül bizonyított legyen, hogy ideiglenesen ezt a megoldást kell használni, és ez miben derülhet ki, hogy most ez a végső megoldás nyílt vitában, semmi másban. De ehhez mi kell? Egyértelműen bizonyítani, hogy nincs más megoldás ebben a helyzetben. Ez a bizonyítás jelen pillanatban elmaradt, és ezért van felháborodás, mert van egy kétségbeesés. Most végre sikerült, és ilyen szempontból ez egy hihetetlen invenció, egy új lövészárkot nyitni, ami átvágja a hagyományos politikai kereteket. Itt most nem arról szól, hogy baloldal, jobboldal, itt tényleg felsorakozott megint két tábor, ha úgy tetszik. Valás. Nem tudom egyébként a táboroknak milyen az aránya, mert ez pont ez az a fajta véleménybuborék az ugye mindenkinek beszűkíti a látását. Én leginkább egyébként a felháborodott véleményeket látom, hogy ilyen vitát nem szabadott engedni. Ez azért döbbent meg, mert az én véleménybuborékomról mindig úgy gondoltam, hogy toleráns és progresszív véleménybuborék. Nem tudom egyébként, hogy néz ki ez a másikon, de hogy ezzel most sikerült megint
pont ezzel a nyitással, meg pont ezzel az egész történettel, azzal, hogy hogy van ez kezelve a járványhelyzet, hogy nem vagyunk felnőttként kezelve, hogy akik emberek kiabálják, hogy semmit rólunk nélkülünk, mert ez egy jól hangzó jelszó, azok most azt mondják, hogy döntsetek helyettünk, kérlek, mondjátok meg, mit csináljunk. Ez nagyon rossz. Az állam mindig ezekre a pillanatokra vár, amikor a társadalmak ezüsttálcán felkínálják a saját szabadságukat, és kérik az államot, a társadalmak, hogy kedves állam, legyél szíves, vedd el a szabadságomat, és fogyaszd el. A helyzet az, hogy az állam általában alig várja az ilyen alkalmakat, és nagyon-nagyon kis lépésekben, nagyon-nagyon-nagyon kis etapokban tudja a társadalmakat a szabadságuktól megfosztani. És amikor jön egy ilyen alkalom, amikor a társadalmak kérik az államot, hogy az biztonságom érdekében vedd el a szabadságomat, az állam azt mondja, hogy erre a percre vártam. Szerintem körbejártuk ezt a témát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mára ennyi volt az öt, jövő héten újra találkozunk. Szép estét!